Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Nagyon nagy örömmel jelzem, 4 évesek lettünk. Ez ilyen csatorna életében igencsak szép kor, hiszen a legtöbb nem él meg ennyit Linuxos, vagy ilyen periférikus dolgokat tárgyaló csatorna, hiszen kicsi nézőközönség van, az embereknek hamar elmegy tőle a kedve. De annak örülök, hogy nagyon sok ember nézi, nagyon sok feliratkozó van, és hozzá kell tennem, közel 1000 feliratkozó van egy Linuxos csatornára, ami gyakorlatilag nem egy beszélgetős, nem egy érdekes, nem egy politizáló, nem egy játékokkal foglalkozó csatorna, hanem Linux-szal foglalkozó magyar csatorna. Azaz mindenkinek köszönöm, hogy feliratkozott. A feliratkozás száma bár 1000, és egy-egy játékcsatornához képest ez nagyon pici. Valóban megköszönöm annak, aki megnyomta a feliratkozási gombot, bár nekem se előnyöm, se hátrányom nincs ebből, tehát aki szereti a csatornát, iratkozzon fel. Természetesen azért, hogy értesüljön folyamatosan az új videókról. A videócsatornán közel 200, ismétlem, közel 200 videó van, azaz minden témában vannak videók. Persze, van már olyan, ami rövidebb, 5-10-15 perces, és van egy órás, vagy annál hosszabb is, azaz mindenki megtalálja a kedvencét, időben is, illetve témában is. A honlapomat is ki kell emelni, 300 bejegyzés felett vagyunk, és ez nagyon jó, hiszen gyakorlatilag egy ember csinálja én, ami azt jelenti, hogy azért elég sok betűt le kellett ehhez ütni, és azt is olvassátok, ezt is szeretném megköszönni. Azaz szépen haladunk. Nézzünk is meg egy-két dolgot, ami szerintem nagyon érdekes ennek a csatornának a létével. Gyakorlatilag elmondható, lehúzom ide, 193 darab videó került fel, plusz egy. A plusz egyet azért emelem ki, mert a YouTube cenzorai levették. Miért? Mert nem olyan a téma volt, amit ők szeretnek, hogyan lehet letölteni egy YouTube videót, szóval kaptam egy fél év büntit, megfenyegettek, hogyha még egyszer ilyen lesz, akkor aztán engem is, a csatornát is jól eltörlik. Azaz nagyon szép dolog, de hát ez van. Igazából senkit nem sértett az, hogy pár ember olyan 200-on felüli nézettséggel megnézték, hogyan lehet YouTube-ról letölteni. Hozzáteszem, nem sok mindent értek el, hiszen bárhol, bármikor megnézheti az ember, hogyan tölthet le egy YouTube videót. Oké, nézzük is meg, hogy mi az, ami igazából a legtöbb nézettséget hozta. OpenShot, a videóvágó. Én teljesen elcsodálkoztam azon, hogy bizony 10 000-en megnézték, bár az OpenShot érdekes, de szerintem a KDN Live valamivel kényelmesebben használható, jobban átlátható. Linux, mint Cinnamon, ez egy nagyon érdekes dolog. Természetesen a Linux Mint az a legnagyobb olyan disztribúció, ami kezdőknek való, tehát valóban érdekes az, hogy bizony sokan megnézték. Mert bizony egy jó kis disztribúció, MediaClick letöltés, értelemszerűen hanganyag letöltéséről beszéltem, videóvágó, Tor, és ennek én nagyon örülök, mivel hogy a Tor böngésző, a Tor rendszer, az fontos a biztonságunk, az anonimitásunk szempontjából, azaz vannak érdekes nézettségi adataink is, és sokan megnéztétek. A következő dolog, amit megnézünk, melyik az, amelyik a legkevésbé nézett dolgok, egy picit lelapozok ide, mert a egy-két napja, egy-két hete felkerültek, azért nem mondhatnak semmit, a Magyar Ács X-Monád, az 71-en néztétek meg a 10 000-hez képest, ez nulla, tehát ez nagyon kevés dolog, de hát érdekes, feltettem, használtam az X-Monádot, nagyon-nagyon megtetszett. A következő, a KDE Plazmát most ne nézzétek, egy-két hete került fel, igazából nincs még múltja. A Ranger terminálos fájkezelőről beszélgettem, igazából nem az a téma, ami mindenkit érint, hiszen legtöbben grafikus felületen használjátok az adott terméket, azaz a Linuxotokat, és ilyen, hogy Xmonad, meg Ranger, meg egyebek nem annyira érdekesek számotokra. Számomra akkor és ott az volt, hiszen azzal foglalkozom, a többi meg olyan jó kis általános, megszokott nézettséget ad. A like, illetve dislike dologról természetesen későbbiekben egy kicsit szeretnék szót ejteni, mert egy kis változtatást tervezek a csatorna életében. Miért? Mert mindig kell fejlődni, és érdekes dolgokat, fejlettebb dolgokat kitalálni.
A jövő, a honlap, hát beszéljünk a honlapomról, a honlap marad. Bár egy időben gondolkodtam, és erről többen tudtak, hogy megszüntetem, vagy éppen talomba teszem, nem letörlöm. Természetesen csak nem lesz aktív, és volt a nyáron egy időszak, amikor kevésbé volt vele időm foglalkozni, de megmarad. Úgy döntöttem, hogy megmarad, egy picit inaktívabb lesz, és szeretnék a videócsatornára több időt szánni. A cikkeket általában szombatra fogom beidőzíteni, azaz ott is van ilyen hírlevél dolog, de az állandóan problémám van, vagy megy, vagy nem megy, azaz gyakorlatilag az a legkényelmesebb, ha minden szombat este felnéztek a honlapra, és ha van új cikk, elolvassátok, ha nincs, akkor megnézitek a régieket. A témák maradnak a megszokott tematika szerint, ami nagyon tudományos alapon lett kiválasztva, ami éppen akkor és ott engem érdekel. Én az elején naplónak szántam ezt a honlapot, gyakorlatilag azért indítottam el, hogy ilyen kis bejegyzésszerű dolgokkal lejegyzeteljem, hogy éppen mit csinálok, és hogyha 2-3-4-5-6 hónap múlva ugyanabba a problémába belefutok, akkor ott és gyorsan megtaláljam a megoldásokat. Na hát így indult ez a honlap, illetve annak az elődje. A témák inkább egy picit kiegészítő rész lesz a videónak, mert az utóbbi időben azt vettem észre, és a statisztikák is ezt mutatják, inkább a videós dolgok azok, amiket az emberek megnéznek, hiszen leülnek 5-10-15 percig nézik, és nem kell olvasni. A honlap egy kis kiegészítő dolog lesz, hiszen vannak, hiszen Linuxról beszélünk, olyan témák, amihez írásos anyagok kellenek, például a forráskódokat, vagy pársoros parancsorokat, hát a videóról lemásolni nehézkes, így a honlapon lesz megtalálható az az írott anyag, ami segíti a videók kényelmes megértését. A jövő videók pár változtatás lesz, vagy a változtatások egy része megmarad. Minden videó premier lesz. Ez azt jelenti, hogy te előre tudni fogod, hogy milyen témák és mikor kerülnek feldolgozásra, azaz el tudod dönteni, hogy megnézed vagy nem. Gyakorlatilag nagyon kényelmes, tudod, hogy melyik nap, melyik videó fog megjelenni. Általában heti egyet tervezek, de hát ez nem biztos. Tehát maradjunk annyiba, hogy ezek tervek. Like, dislike. Nekem teljesen mindegy, hogy ki melyik gombot nyomja. Gyakorlatilag én nagyon sokáig meg sem néztem, mert hogyha valaki azt mondta, hogy tetszik, örültem neki, hogyha dislike-olt, akkor nem tudtam, hogy most azért nyomja meg a negatív bírálatot, mert össze-vissza beszélek hülyeségeket, vagy nem érdekli a téma. Na hát ezen egy picit szeretnék változtatni, és mindenkit arra kérek, hogy a like gombot nyomogassa akkor, ha ilyen témát szeretne hallani. Tehát nem a hangom, nem a képi megvalósítás, meg egyéb szépsége vagy csúnyasága határozza meg azt, hogy melyik gombot nyomod, hanem az, hogy a témát szeretnéd, akkor azt légy szíves lájkolni. Miért? Mert akkor látom, hogy like, és akkor úgy gondolom, ha sok like van, sokan nézik, sok embernek tetszik, ezt a témát lehet folytatni. Ha senkinek nem tetszik a téma, akkor nyilvánvalóan abból nem fogok készíteni, mert azért, hogy 3-5-10 ember nézzen meg valamit, ilyen nem volt egyébként, hozzáteszem, arra nem szánok rá egy fél napot, egy egész napot témától, és a megvalósítástól függően azért nem 2 perc alatt készül el egy ilyen videó. Oké, ami lényeg, ha tetszik, lájkold. Ha nem tetszik, ha valami nem tetszik, akkor azt is jelez. Tehát én nem azt mondom, hogy ne nyomd meg a dislike gombot, azt a lefelé mutató kis ujjacskát, annyiszor nyomod meg, annyiszor akarod. Nekem az nem fáj, de gyakorlatilag arra kérek mindenkit, hogy ha megnyomja, és azt gondolja, hogy bizony ebbe a videóban valami hiba van, vagy nem szereted, akkor legyen szíves azt velem tudatni. Ha valami hibát találsz, vagy van véleményed a videócsatornáról, írd meg. Írd meg a linuxvideok@protonmail.com címre. Oké, ez másra nem fog szolgálni, mint ti ide tudtok levelet küldeni, én megnézem. Tehát ez nem kerül semmi olyasmibe, hogy én válaszolok, vagy valakire megharagszok, hogy azt írta, hogy nézd Laci, engem igazából nem érdekel az open box, ne, légy szíves, ne ennyit beszélj már róla, meg különben is jobb lenne, hogyha a KDR-ről irogatnál,
és csinálnád a videókat, ma az a kedvencem, tehát nem haragszok meg, vagy azt mondja, hogy ronda a hangom, jobb lenne, hogyha nem beszélnék, hanem csöndben maradnék a sarokba. Oké? Okay? Tehát engem nem zavar, hogy bármi vélemény oda megy, én nem fogok erre válaszolni, nem fogok semmi olyan sértődöttséget csinálni, hogy most aztán mi lesz, de hogyha jelzed azt, hogy hiba van benne, akkor azt tudom javítani. Maximum annyival, hogy a következő videóban utalok rá, a megjegyzés rovatba, a leírás rovatba be tudok tenni megjegyzéseket, hogyha valamiben tévedtem, akkor azt ott korrigálni tudom, de ha nem jelzitek felém, akkor természetesen azt hiszem, hogy a legjobbat alkottam. Bevezettem egy újfajta videót, nem újfajta, máshol is van, régebben is csináltunk ilyet, úgynevezett random videók. Ezek nagyon rövid, 5-10 perces videók lesznek tervek szerint, és össze-vissza fognak megjelenni, amelyek egy kis témát dolgoznak fel. Sokszor előfordul, hogy fórumokon itt-ott olvasgatok valamit, látok valamit, vagy Discordon kérdez valaki valamit, és azt veszem észre, hogy jé, ilyen egyszerű dolgot valaki nem tud, hát akkor dobjunk össze egy 5 perces videót, ami körülbelül egy órás munka nekem, és utána, ha valakit érdekel, meg tudja nézni. Ilyen volt a Simlink készítéséről szóló videó, ha valaki érdeklődik vele, megnézi, ha nem, nem. Nyilvánvalóan fél perc alatt, 5 perc, 10 perc alatt lefut egy ilyen videó, és akkor már képbe kerülünk. Egyszerű dolgokat, pár szavas, pár mondatos dolgokat fogok ilyenkor kifejteni, elmondani előnyét, hátrányát, a hozzátartozó dolgot. Ezek valóban random videók lesznek, és hát ennek nincs ütemterve. Ez nem lesz premier megjelöléssel, tehát később fog megjelenni egy adott időben, ennyit jelent egyébként itt a premier, hanem egyszerűen csak feldobom, akit érdekel, majd meg fogja nézni. Nem olyan témát dolgozok fel vele, ami igazán világrengető, bár a többi se az. Oké, jellemző kérdések voltak. Discordról, fórumról eltűntem, nagyon-nagyon sok fórumról, nagyon sok Discordról eltűntem. Igen, eltűntem. Miért? Emlékeztek arra, amikor kijött az, hogy a gázárat megemelik. Akkor kitaláltam azt, hogy az én saját energia hatékonyságomat is növelnem kell, és elkezdtem megrostálni ilyen 2-3 hónapos gondolatsor alatt a hírleveleimet, a feliratkozásaimat, a Discordokat, meg egyebeket, tehát ilyen csatornákat, ilyen közösségi információs dolgokat. Arra jutottam, hogy a feliratkozott dolgaim 3/4 szemét. Úgy értem a szemetet, hogy semmi hasznom nincs belőle. A, el se olvasom, Discordon megy a politizálás, az egymás szapulása, meg egyéb. Kell az nekem? Nem. Kell az az embereknek? Nekem. Hogy 200 bejegyzés közül kiválogassam azt a kettőt, ami érdekes, mert a többi politika, egymás szidása, egymás felmenőinek megfelelő elhelyezése a ranglétrában, az ilyen-olyan mocskolás, nem kell az nekem. Ami ilyen volt, kitakarítottam az életemből. Sokkal nyugisabb az életem, plusz egy csomó idő felszabadult, hiszen lemértem, mert én általában mindent mérek, 20-30 perc az, ami naponta megmarad, hogy nem olvasok olyan Discord csatornát, olyan fórumot, amiből nincs hasznom. Nem olvasok el 50-100 olyan bejegyzést, nem lapozom át őket, amikben nincs semmi értelem, csak éppen arról megy, hogy melyik politikai párt, mit csinált a másik pártja, mennyivel rondább, mint az enyém. Erre nekem nincs szükségem. Vagy voltak olyan csatornák, amik igazából kihaltak. Gyakorlatilag, ha egy héten keresztül a szia, meg jó reggelt, hello, jó estét, jó reggelt, na hát ez nem nekem való, nyilvánvalóan nem avval töltöm az életemet, hogy megnézek egy csatornát, hogy van-e benne valami értelmes dolog. Természetesen vannak olyan csatornák, most megint egy jó példát hozok, a Magyar Ácsos csatorna, ahol ott vagyok, kicsi a forgalom, pár ember van, de normális beszélgetés. És amikor valaki politizálni akar, megközelíti a politizálást, Xeon CPU azt mondja, hogy légyszeres, ne csináld. Azaz, miről van szó? Lehet beszélgetni egymással, de nem politikáról, hanem Linuxról, meg olyan témáról, ami esetleg a másikat érinti. Oké, tehát ez a normális, ez a Linux szellem. Nyitottak vagyunk, de azért nem egymás ellen vagyunk, nem egymás mocskoljuk. Nagyon jó példa egyébként a Magyar Ácsos Discord csatorna. Rend van, Linuxról is van szó, meg mellette lehet másról is beszélgetni. Oké, tehát az energiaválság miatt úgy döntöttem, hogy lecsonkolom az összes olyan
akármit, amire nincs szükségem, bosszant, morgolódok miatt, hogy már megint ráment 20 percem, hogy végig lapoztam, és éppen arról beszéltek, hogy a másik párt embereit fel kellene akasztani, a papokat elégetni, meg ilyesmi. Erre nekem nincs szükségem. Öreg vagyok már ehhez, végigéltem, illetve éltem a kommunizmusba is, elég volt. Elég volt, hogy mindenhol az agitprop folyt, hát bizony, most megtehetem, hogy nem folyik. A következő kérdés, hogy lesz-e pupi egyéb bemutató, nem. Pupira többen rákérdeztetek, mert a pupi fórumon fönn szoktam lenni, most már nem, de fönn szoktam lenni, és úgy gondolták sokan, hogy látják az én nevemet, és hogy ezt használom. Én nem használtam soha, és azt mondom, hogy nem tartom olyan rendszernek, ami sok embert érintene. Nyilvánvalóan megvan a maga helye a Linux rendszerek között, de nem az, amit mindenkit érint. Én azt mondom, hogy nagyon jó csatornájuk van, van egy Discord szerverük is, van honlapjuk is, és ott kell érdeklődni. Oké. A másik, meg egyéb ilyen rendszerekről az a véleményem, hogy amit nem használok, arról nem fogok tudni hitelesen beszélni. Lehet témát kérni? Igen, lehet. Ha van olyan téma, ami feldolgozásra érdemes, szerinted, akkor azt javasolhatod, de nem feltétlen lesz abból bejegyzés vagy videó. Volt olyan, hogy kaptam levelet, és fél év után jutottam el oda, hogy megnéztem azt a kis programot, megtetszett az a kis program, és írtam róla pár sort. Tehát az, hogy azonnal és mindenképp is egy kérdésre válaszoljak egy videóba, az nem fog működni természetesen, hiszen én is dolgozom, nekem is van más elfoglaltságom, tehát nyugodtan javasoljatok, de nehogy azt higgyétek, hogy másnap, vagy akármikor egy videó vagy bejegyzés az sikeredni fog, mert idő, terveim, meg egyebek lehet, hogy közbeszólnak. Azt dolgozom fel, ami érdekel, és valami szinten értek is hozzá. Tehát ilyen, hogy szerverüzemeltetés, titkosítások, egyebek nem az én dolgom. Nem értek hozzá, hülyeséget meg nem szeretek beszélni. Úgy is tévedhetek, hogyha azt hiszem, hogy értek hozzá, akkor természetesen a megadott, és azt hiszem már mindenki által ismert mélcímemen el fogtok tudni érni. Jellemző kérdések általánosan és sokszor előkerültek, nincs kommentálás, hozzászólás, nem is lesz. Ennyi. Sem a honlapon, sem pedig a videók alatt nem tudtok kommentelni. Tudom, ez sok embernek nem tetszik, de én nem közösséget akarok építeni, nem hozzászólásokat moderálni. Az előbb elmondott politikai marakodás egyéb témakörből én ki szeretnék maradni, nem közösségépítés a feladatom, hanem egy-egy videót szeretek elkészíteni. Igen, tudom, hogy sokan elindítottak különböző Discord csatornákat, Facebook csoportokat, egyebeket, ezek egy része működik, egy része átment ilyen politikai vita fórumba, egy része el is halt, egy részét be is szüntette a kezdeményező jó kis Discord csatornákat beszüntettek, vagy pedig átváltottak ilyen belterjes, duma, és egyéb nekünk van igazunk, mert mi vagyunk az őstagok, és a többinek kus felkiáltású dologba. Ebben én nem szeretnék részt venni. Ismer, aki ismer, tudja, hogy én ezeket a dolgokat inkább kihagyom az életemből, és egy videót készítek. Miért váltottál valamire? Mármint disztribúció, felület, egyéb program. Aki követte a csatornámat, észrevehette, hogy rengeteg olyan dolgot dolgozok fel, ami egymásnak hát egy picit ellentmond. Mert hogyha egyikre azt mondom, hogy ez nagyon tetszik, akkor mindenki azt hiszi, hogy az a legjobb. Nem. Ez is tetszik, az is tetszik, amaz is tetszik. Azért váltok egy-egy rendszer között, mert az a rendszer, amit használtam, nem biztos, hogy megfelel arra a célra, ami a következő időszakban nekem fontos. Tehát úgy válogatom meg a rendszereket, hogy nekem azok stabilan adják azt a hátteret, amivel dolgozni tudok. Tudom, hogy a Linux nagyjából egyforma, de aki már kipróbált egy Arch alapot, vagy egy Fedorát, vagy egy MX Linuxot, vagy egy Debiant, észreveheti, hogy mindegyiknek vannak erősségei, és mindegyiknek van gyengesége. Például az MX Linuxra azért váltottam, és ez a dolog már lassan el fog múlni, mert változik, mert van egy olyan hardware, céges hardware, tehát amit én úgy kapok, és nem tudok mást venni helyette, és ez egyedileg gyártott hardware, annak a titkosításához bizony egyetlen egy szoftvert adnak, ami Windows vagy Debian stabil alapú, kész.
Ha azt mondják, hogy Debian stabil alapra adják a szoftvert, amiből én pénzt keresek, akkor bocsi, akkor én nem tehetem meg, hogy Arch Linuxot használok. Logikus, igaz? Így bizony úgy néz ki, az év végével visszatérnek arra, hogy több disztribúciót is dinamikusan támogat ez a hardvergyártó, ez nem boltba kapható hardver, és akkor vissza tudok térni Arch alapra. Miért? Mert ezt szeretem. Az MX-et is szeretem, Fedorát is szeretem, Linux Mintet is szerettem, Lubuntut is szerettem, a Bunzen Labsot is szerettem, ezeket mindet szeretek. Tehát azt használom, ami abban a pillanatban jó, és kövessük ezt, ne azt nézzük, hogy melyik disztribúciót hype-olják, meg hol van a sorrendben, hanem hogy neked legkényelmesebb. Ha játszani akarsz, akkor értelemszerűen olyan hardvert, olyan szoftvert, szoftver, a Linux, olyat választasz, ami ezt támogatja. A következő kérdés ennek a fordítottja, miért nem az, akármilyen, akármit használod, az jobb? Az ilyesmit meginni fölösleges. Szerintem a legnagyobb hülyeség azzal eltölteni egyetlen egy gomblenyomást, hogy valami jobb, mint a másik. Ha neked jobb, akkor használd azt. Ha nekem jobb, én el tudom dönteni, hogy mi a jobb nekem. Azaz, számomra nincs jobb vagy rosszabb, mindig azt használok, ami éppen, ami kell, ami jó. Arra a célra, arra a feladatra legkényelmesebben eljutok vele oda, ahova el akarok jutni, vagy pedig azt ismerem. Sokszor van olyan, hogy az a legjobb, amit én ismerek. Most jelen pillanatban nagyon sok fájkezelőt néztem át, nagyon sokat, és megint a Magyar Árcsos Discordra kellek utalni. Bizony előfordult az, hogy én például akkor, amikor elkezdtem ezeket a fájkezelőket nézegetni, azt mondtam, hogy Ranger. Xeon CPU azt mondta, hogy VFM. Mindegyikünknek igaza van? Igen, mindegyikünknek igaza van, egyik jobb, mint a másik nem. Az egyik ezt tudja, a másik azt tudja, én a Ranger mellett tettem le a voksomat, és ahogy a képeit látom, Xeon CPU, aki a Magyar Árcsot csinálja, természetesen a VFM mellett tette le a voksát. Ennyi. Mindenki azt használ, amit akar, és ami a céljait szolgálja. Nagyon sok disztribúciót, sok ablakkezelőt, sok asztali felületet bizony kipróbáltam nagyon sokat, és arra az egy elhatározásra jutottam, egyik se lesz jobb, mint a másik. Mindegyik más, és azt kell használni, ami neked megfelel. Emlegettem a Magyar Árcsot. Természetesen mindenki tudja, hogy a szívem csücske a Magyar Árcs, és sokat használtam, de sajnos az a hír terjedt el, és ez igaz, hogy ő meg fog szűnni. A Magyar Árcs disztribúció gyakorlatilag a jövőbe lesz, de igazából nagy fejlesztések nem készülnek. Miért megszűnik? A hír igaz. Egyértelmű, és a mostani állás szerint megkérdeztem a fejlesztőt, ő azt mondta, hogy évi egy ISO kiadását tervezi. Ez szép dolog, de nagy fejlesztésekre nem fog reményt adni. A fejlesztő egyedül vitte az egészet, gyakorlatilag el kell mondani, hogy egyedül egy disztribúciót, még egy ilyen picit is fenntartani szerintem lehetetlenség, és nagyon-nagyon nagy munka van mögötte, én a csatornán követtem a munkáit, és el kell mondanom, hogy amennyi ablakkezelőt kipróbált, bekonfigurált, annyit én nem konfiguráltam volna be. Én 2-3-nál abba hagytam volna, mert beleunok, meg egyébként is gyakorlatilag ebbe sok időt bele lehet. Hogyan tovább? A telepítő ISO működni fog. Most jelent meg, vagy legalábbis a környéken fog megjelenni a legújabb ISO, telepítő média, azt nyugodtan le lehet tölteni, és avval telepíteni tudsz. Ha feltelepíted, utána semmi teendőd nincs. Miért? Mert ez sima Arch rendszer, tehát az Arch tárolókból frissíteni tudsz. Új nem lesz, tehát úgy értem az új nem lesz, hogy 2-3 havonta szokott egy-egy új lenni, egy béta, illetve egy végleges megjelenik, egy tesztelésre szánt, meg egy kiadásra szánt meg szokott jelenni, és azzal lehetett hát bizony új dolgokat megtapasztalni. De semmi gond ezzel, hiszen a régi ISO-k, a régi telepítőmédiák jók lesznek, tehát ezzel nem lesz semmi gondotok, hogy nem tudjátok a Magyar Árcsot telepíteni. A másik gondolat, a Discord csatorna él, és ha van kérdésetek, oda fel lehet tenni, és azt tapasztaltam, hogy az újakat szeretettel és érdeklődéssel köszöntik, és a kérdésekre normális válaszokat fogtok kapni. Mit lehet tenni?
Ha tetszettek a beállítások, akkor villámgyorsan felmentek a GitHub oldalra, rákerestek, és leszeditek az összes konfigurációs állományt. Ennyi, elteszitek én, az általam használt pár ablakkezelő terén, leszedtem, archiváltam, és ha kell, akkor oda megyek és beleturkálok, és megnézem, hogy ott milyen beállítások voltak. Voltak érdekes beállítások, számomra kényelmes az, hogy a gépemen pár megás állományként el van rakva, és esetleg későbbiekben megnézhetem az i3-at, hogyan állította be Xeon CPU, és akkor abból ötleteket tudok meríteni. Oké, ennyi. Más Arch telepítésnél ugyanazt fognak működni, megfelelő helyre bemásolva a konfigokat szépen működnek. A bemásolás után, pici kis állogatás után szuperul fog működni minden. Legalábbis ezt tapasztaltam, hiszen én is úgy kezdtem időzőjelben a magyar Arch használatát, hogy volt egy Arch rendszerem, és hallottam, hogy magyar Arch, és BSPVM, és mi az, hogy BSPVM, és akkor mit döntöttem? Fogtam magam, az egész konfigot rámásoltam a Arch telepítésemre, egy-két beállítás után nem voltak nagy beállítások, szólt a rendszer, hogy ez nincs, nem indul, nincs föltelepítve, föltelepítettem a programokat, és szépen megkaptam azokat a lehetőségeket, amit a magyar Arch kínált. Ennyi. Tehát nem kell megijedni, konfigok megvannak, az ISO működni fog, évente egy jelenik meg, és nincs abba semmi gond. Legfeljebb, amikor esetleg, mondok egy példát, januárban megjelenik az ISO, és te decemberbe fogod telepíteni, föltelepül? Föl, hát, mert miért ne települne föl? Legfeljebb egy kicsit több frissítés fog lejönni, ami Arch rendszernél nem szokott gondot jelenteni, hiszen folyamatosan frissíthető termék az Arch rendszer, azaz nem lesz ezzel gond. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, és mindenkit arra kérek, hogy a videókat lájkoljátok, diszlájkoljátok, ha pedig valami kifogás van, azaz nem tetszik valami, és a lefele mutogató hüvelykujjat szeretettel nyomkodod, akkor természetesen légy szíves már megírni, hogy mi az, ami nem tetszik, mert azon tudok változtatni. Amiről nem tudok, azon pedig nem fogok tudni változtatni. Köszi szépen, sziasztok!